Sziasztok srácok, én Marti vagyok, és itt vagyunk a Road to Quaresma utolsó részével. Legalábbis remélem, hogy az utolsó részével. Van 15 darab packünk, és 3 token hiányzik, szóval valószínűleg meg lesz. Hiszen, hogyha 23 darab packből ad 8 tokent, akkor 15-ből miért ne ad 3-at? Durva lenne, ha nem adna. Ha nem adna, akkor meg majd videón kívül csinálok meg egy pár packet, és akkor kinyissuk azt is. És ennyi igazából. Hogyha meg esetleg még többet is adna, mint 3 darab token, akkor meg berakjuk a 3 tokenes plánbe, és az majd jó lesz a következő 94-es játékosod, akit meg akarunk szerezni. És az első packben egy lesz. Ennyi. És a következő játékos az egyébként valószínűleg egy Dumbia lesz, akit megpróbálok majd megszerezni, és az első token meg is van. Mert egyedül a CF pozíciós játékosról nem ad boostot senkinek, aki ugye Osako a Golden Week-es eventből, és akkor, hogyha megszereznénk Dumbiát, még egy lensz, mit van az Isten? Szóval, hogyha megszereznénk Dumbiát, akkor meg lenne oldva ez a probléma is, és minden poszton boostot adó játékosunk lenne. Ami tök király, úgyhogy ja. Na de először akkor Quaresmát kell befejezni ahhoz, hogy meglegyen akár Dumbia is. És most Brumát is megkapjuk, hogy az Isten. 2 lens, 1 Bruma eddig. És egy token, ami nem éppen jó. Ajjajjajjaj. Még 2 darab token kell, és fogynak a packek ezerrel. 2500 coin szok. Halljátok gyerekek, ez lehet, hogy nem is lesz. Na, 10k coin szok, ez jó. Ez jó. Viszont 6 darab pack maradt hátra, és még kell 2 token. Tehát 3 packesével kéne egy token. Minimum. 4 darabban is még 2 token. Mi az Isten? Nem lesz meg. Ebből a 15-ben nem lesz meg. Még egy Bruma! Azt a... Hát én beszarok, esküszöm. Na, legalább egy token könyörgöm. Egyet legalább adjál. Egyet, PLS, egyet. 2500 coins. Eltűnt a Celebration tokenes szerencsénk, ami azt jelenti, és az utolsó nem a token. Jó, egyet sikerült szereznünk. Gyűjtök meg egy pár packet, és akkor visszatérek velük. Kinyissuk azokat is. Hát a most lesz kb. 7 darab pack. Abból már be kell adnia. Muszáj. Na, egy pillanat. Na srácok, gyűjtöttem 6 darab packet. Igazából 7 volt, mint mondtam, csak egyet vettem, kinyitottam. De nem fogjátok kitalálni, mi volt benne. 2500 coins nyilván egyébként. Jó, 6 darab pack van, hát és még kell 2 token. Egyébként nyilván örülök annak, hogy 15 packből 4 darab játékost is kaptunk, de nem tudom, én most igazából jobban ültem volna 3 darab tokennek. Már akarom csinálni Quaresmát gyors, és kész, ennyi az egész. De nézzük akkor, 3000 coins. Tudod, hogy nem fogja beadni ezt a 2 tokent. Na akkor legalább egyet adjon. Ja. Jó lenne, hogyha beadná, de nem fogja. Á, de hogy fogja, hagyjuk ma. Aj, már így a legvégén megy el a szerencsénk. Eddig olyan jól adta a tokeneket, most meg hát szarik ránk a játék. Na, egyet adott, és az utolsó. Most, hogyha benne van, akkor rohadtul fog kerülni. Nézzük. Nincs benne. Jó van, srácok. Az lesz, hogy megszerzem Quaresmát. Megszerzem azt az egyetlen egy tokent, ami hiányzik, és a gameplay-el fogjuk folytatni ezt a videót, mert nem akarok még egy videót arra szállni, hogy egy darab tokent keressük be. Most az én nap. Egyébként felraktam a játékosokat, Bruma már csak 40 000, lesz meg már csak 14k. Hát igen, jó, nagyon mennek le az árak. Most már. És akkor nézzük meg, hogy mennyi coinst szereztünk. Eddig egy 25k, aztán 13,
Jó, ez eddig egy 50k körülbelül, és akár 55 ezer. Szerintem azért nem rossz, 55 ezer coins, plusz még a játékosokból jön egy 100k, hát jó, annyi azért nem, szerintem, de egy 70-80k biztos. Sőt, lehet, hogy meg lesz 100k. Úgyhogy, ja. Na, gyorsan rakjuk be a plánbe ezt a kettőt. Mert miért nem tett volna hármat? És egy kell, biztos egy. Na jó van, akkor majd jelentkezem, hogyha végre kész van a parázsban. Na srácok, nyitottam egy pár, vagy csináltam egy pár packet egy videón kívül, és beadta a token. Még ezen kívül van 2 darab packünk, amit így live eventből szereztem. Azért megnézzük, hogy ők is hogy mit adnak. Még egy tánc. Na. Egyébként, így videón kívül, amikor csináltam ezeket a 25 ezer coins megint ott van. Szóval, amikor csináltam ezeket a packeket, még egyszer adott dumát is. Tehát úgy állunk, hogy ebben a pack opening videóban 3 duma, 3 lent, megvannak a tokenek, és még kaptunk egy 10.000-es, illetve most egy 25.000-es Quixel token. Tehát azt a... Elég jó. Nézzük meg, hogy mennyi pénzt sikerült összeszedni most. Hogy, ja, jó van, azokat már eladtam. Nem, ja, tényleg, mindegy. Szóval 25k pluszba jött. És a videó lényege következik igazándiból, sőt az egész sorozatnak a lényege karácsma. Claim, érés, megvan a 94-es fucking karesma. Nyissuk ki a packet, és itt van. Ez egy igazi vadállat lehet szerintem. Statok alapján biztos, tehát rakjuk is be a csapatba. Végre lesz egy jó RM játékosunk. Azt nézzétek már meg ezeket a statokat, azt a... 103-as dribbling, 101-es balkontroll, 99-es sprint speed és 97-es longshot. Mik ezek a statok, te? Jó Isten. 93-as a free kick-je. Az se kizárt, hogy ő rúgja. 98-as tett. Nézzük akkor meg, hogy most hogy is állunk. Szóval, igazából az a plusz 2 short pass, ami Matának volt, az egyedül Danny Rose-t vitte le 100-asra, más nem, mert ugye Quaresma ad mindenkinek plusz 2 longshotot. Úgyhogy elég jó játékos, de próbáljuk ki akkor. Nem tudom, hogy VS adtokkal próbálkozzak-e be, de egyefene megpróbáljuk. VS adtokban keresünk egy ellenfelet, és kipróbáljuk Quaresmát. Na, talált is egy ellenfelet, akkor nézzük meg, hogy le van counteredelve az összes. Fú, te! Istenem, de hülyék. Most pont azt a háromat kell lekántradelni. Jó van, srácok, akkor mégsem ez lesz az a meccs, hogy letesztelem. Mindjárt visszatérek. Na, akkor keresünk még egy ellenfelet, aki remélhetőleg nem fogja lekántradelni pont ezt a három felállást. Jó. Akkor a wingattakot ki is választom, és akkor ezzel a felállással ki is fogjuk próbálni Quaresmát. Kíváncsi leszek rá. Remélem, hogy olyan jó lesz, mint ahogy a statjai mutatják. Nézzük akkor a meccset. 99-es az összóvérünk, neki meg 101-es nyilván. Miért is dobna össze velem egy szintű ellenféllel? Na mindegy. Ezt a meccset most nem azért játszom, hogy megnyerjem, hanem kipróbáljam Quaresmát. Igazából azt sem fog érdekelni, hogyha elveszítem. Persze, hogy most Inui kapja a labdát, nem Quaresma. Ugye wingattakos taktikát alkalmazunk.
Na, itt van Karázsba. 99-es a sprint speedje. És az meg egy gyönyörű szép csel volt. Hát igen, sajnos Rainbow csele van. Ez az egy negatív eddig. De... szép volt, Coleman. De amint látom, elég jót csinálja. Egy longshot. Mekkora kapufa. De jó Isten. Na. Ez az. Jó cselezik. ez igen. Óriási gól Quaresma. Bár ez nem tudom, hogy most kapus hiba volt, vagy játék hibája, vagy én nem tudom. Bement. Jó. A Quaresma. Ezt most nem tudom, hogy miért, mert még egyel. Amikor már így nyomtam a lövést, de mindegy. Ez biztos, hogy a játék hibája. Mert sokszor szokta ezt csinálni. Az igen. Bele Bertongenbe. A legidegesítőbb a játékban az, hogy az összes védő egy OP kis szar. Tehát annyira fel tudnak baszni. Nem lehet normálisan elmenni egy védő mellett, mert tudta, hogy meg fogja fogni a labdát. Most is előm, azt meg... hát, leveszi. Nézd, nem lehet elmenni a védők mellett, tehát... mindegy. És... hát most... jó van. Gól az gól, nem? 3-3, és persze, ide rakjam a picsába-e. Jó van, jó lesz, leszom. Vesztettünk, ez van. Simán... jó, hagyjuk, srácok. Jó ez a Quaresma, bár ezen a meccsen nem nagyon szerepelt igazából, volt egy-két szép megmozdulása, de nem sok. Milyen 5-3, 4-3-ra kaptam ki, konyörgöm, 5-3 az anyád. Hát úristen, ez a játék egyszerűen olyan szinten fel tud baszni, de komolyan. Érted, már rég vége a meccsnek, és rúg egyet, oké. Okay. Azt mondja, megértem, 4-3. De amikor mutatja a végeredményt és 5-3-at ír, az mi? Nem tudom mire vélni. És ez akkor a legidegesítő, amikor megnyered a meccset, érted? Megnyered, aztán a végeredményben ő nyer. Na jó van srácok, kirézseltem magam. Hogyha tetszett a videó, akkor adjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Hogyha szeretnétek egy ilyen Quaresmás player review-t, egy játékos értékelő videót, akkor írjátok a kommentbe. Sziasztok!